nekem, passzod oda. Vieted még messzebb, de passzod rá, izomból erőzd meg, lekészíted. Zajlik az edzés a Nagy Norbert Sportközpont centerpályáján. Készül a Hajdunáles FK futballcsapata a 2017-2018-as bajnokságra. Gyertek, indítom, bemelegítés meg fog történni léprával, aztán megyünk oda labdás koordinációra, utána pedig támadásvezetést fogunk, jó? Figyelj oda, létre után passz! A tréner a régi, de a csapat jelentősen kicserélődött. Daróczi Péter edző szerint mostanság valamiért mindig új csapatot kell építenie. E tekintetben nincs változás az idei szezon előtt sem. Új csapatot kellett építeni, sok volt a távozó, de ugyanúgy érkező is, és ezáltal a felkészülési mérkőzések mind arra szántuk, hogy megismerjük a csapatot, és új játékrendszert próbáljunk ki, ami majd a bajnokságban hatékonyan fog működni. Ez az új játékrendszer pedig nagyon egyszerűen összefoglalható. Őszinte futballt akar majd játszani a nánási csapat, mindenféle trükk és túlbonyolított taktikától mentesen. Ne értse félre senki, ide is kell ám stratégiát gyártani, de ez az új játékrendszer meglepő lehet az ellenfelek számára. Összességében kétfajta játékrendszerünk lesz, mindegyiket kipróbáltuk, és van mit rajta finomítanunk. A játékosoknak meg kell találni a posztjukat benne, hiszen van olyan játékos, aki az előző csapatában mondjuk belső védőt játszott, nálam furcsa módon meg centert fog játszani. Aztán ugye ez nagy kontraszt, neki is meg kell találni a pozícióját, viszont tetszett a játéka, csak így kiemelve egyet. Vagy van, aki idáig baloldali szélső középpályást játszott, most az jobboldali szélső középpályást játszik. Tehát vannak posztok, saját arculatunknak meg kell lenni, és abba az irányba formáljuk a csapatot. Ilyen kis kellemetlen csapat szeretnénk lenni majd mindenkinek, hogy is ebből minél jobb eredményeket szűrjünk ki. A csapat már a felkészülési meccseket is ennek megfelelően játszotta le. Az őszinte futball mellett a gyorsaságra és az ellenfélre gyakorolt folyamatos nyomásgyakorlásra helyezték a legnagyobb hangsúlyt a taktika terén. Ezért Daróczi Péter úgy válogatta össze az edzőpartnereket, hogy jóval nehezebb csapatokkal méretkőzzenek meg a szezon kezdete előtt. Osztály szerint játszottunk egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye másodosztályú csapattal, Ibránnyal, aki most olyan játékosokat igazolt, akik még tavaly NB3-ba futballoztak, és céljuk az, hogy megnyerjék a bajnokságot és visszajussanak. Aztán játszottunk egy Borsod megyei Sajószöged nevű településsel, ahol szintén hasonló célokat dédelgetnek, és most voltunk szerdán a Deacnál, aki ugye tavaly nekünk volt a riválisunk, és megnyerte a bajnokságot, és most ők pedig az NB3-ban fognak majd remélhetőleg bent maradni és ütészkedni. Megvan a három védő, labdakiózata ugyanúgy szélességi, de akkor ne menj oda föl, neked kell mozgatod, akkor a két szélső bek játssza a középpályát. Az edzőmérkőzéseken tehát nem az eredmény volt a lényeg, hanem a folyamatos játék. Egyrészt az új játékrendszer gyakorlása miatt, másrészt pedig azért, hogy összeszokjanak a játékosok, hiszen nagyon sokan távoztak és nagyon sokan érkeztek is hozzánk. A hiányzókat tudtuk pótolni, de ez majd akkor fog kiderülni, amikor elkezdődik a bajnokság, és éles bevetésen fogjuk megnézni, hogy mire vagyunk képesek, csak akkor tudok erre választ adni, hogy sikerült, mint sikerült. Ez már gyakori tendencia, hogy nánáson mindig új csapatot kell építeni. Valami oknál fogva tudjuk az okokat természetesen. Van, aki nagyon jól érzi magát és eljön ide más településről, és neki ez a feltétel adott. Aztán akik ezen a településen laknak, egyéb okok miatt máshol futballoznak, ezt mindenki döntse el, hogy ez jó vagy nem jó. Azt gondolom, hogy most megint egy ütőképes csapatot sikerült összehozni. És ami a legfontosabb, hogy nagyon jó társaság. Ennek a társaságnak idén is tagja a Böszörményi Fodor János, aki minden edzésen igyekszik a legjobbat kihozni magából, még ha rekkenő hőség is van. Elég meleg van, úgyhogy ez azért rányomja az edzésekre a bélyegét, de mindent megteszünk. Heti két edzéssel készülünk, illetve szerdán, illetve szombatonként játszottunk edzőmeccset. Aztán jöhet majd az augusztus 12-i első forduló a megye egyben, a Berettyóújfalu otthonában. Majd egy héttel később az első hazai mérkőzés a Hajdú Böszörmény ellen. Fodor János szerint akár mind a 6 pontot meg lehet kaparintani ebből a két meccsből. Berettyóújfaluba én még nánás színeiben még győzelmet nem sikerült szerezni, úgyhogy most ezt megtörjük, és elhozzuk 3 pontot. Aztán Böszörmény számomra különleges mérkőzés lesz, ugyanis böszörményiként 2-5 erőbedobással fogunk menni, úgyhogy 6 pont a cél az első két fordulóban, minden. Ezt mondhatom. Igen, nagyon szép, bravo, bravo!
És higgyék el, az egész csapat ilyen optimista. Daróczi Péter szerint egyértelműen két győzelemmel fogják kezdeni a szezont. Kezdésnek lehetett volna könnyebb is, de hát 6 pontot várok. Nem is kérdés. Hát idegenben, Újfaluban képesek voltunk már eddig is győzni. Jó csapat lesz, Robiékhoz megyünk, ismerjük őket. Böszörményben meg ugye lesz egy testvérpárharc, azért az egyik távozónk, a Fodor Tibi, aki nekünk csapatkapitányunk volt, ő távozott Böszörménybe, ugye ez nekünk nem annyira örült, vagy nem annyira örülünk neki, a testvére itt játszik, ő maradt nálunk, nehéz dolgunk lesz, de nyerni fogunk. Ahogyan nyert is a csapat az első tétmérkőzésén is, a Magyar Kupában ugyanis a Hosszúpályt ütötték ki 5-0-ra. Mi ez, ha nem jó előjel? A megye 1-es bajnokság 2017-2018-as szezonjának rajtja előtt.